a szociális hátrányok kompenzációját, valamint a sokirányú tehetségek felkarolását szolgálja az Arany János Tehetséggondozó Program. Az 5 éves programban olyan középiskolás diákok vehetnek részt, akik nem csak hátrányos helyzetűek, hanem tehetségesek és motiváltak is. Ebben a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több intézményben is van Arany János tehetséggondozó program, különböző formákban. A Nyíregyházi Tankereti Központnak a Zrínyi Ilona gimnáziuma és az Ibrányi gimnáziuma is részt vesz ebben. Az Ibrányi gimnáziumban kollégiumi program van, a Zrínyiben pedig a teljes komplex kollégiumi és gimnáziumi tehetséggondozó program. Emlegetem ezt a szót kiemelten, hogy tehetséggondozás, és nem véletlenül, hiszen a program eredeti célja az, hogy a hátrányos helyzetű, ám de tehetséges tanulókat kiemelten segítse, támogassa tanulmányaikban, hogy egykor majd visszakerüljenek szülőföldjükre, és tudják munkájukkal segíteni az itt élők életét. A Nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium 2000-ben csatlakozott a tehetséggondozó programhoz. Ebben a tanévben 157 diákok vesz részt benne, közülük 31-en végeznek idén. Ebben a programban rengeteg és hatalmas lehetőségek vannak, nagyon sok támogatást kapunk a programtól, olyan dolgokat, amiket egyébként saját költségül, illetve saját kézből nem igazán tudnánk finanszírozni. Egy hatalmas támogatás ez számunkra, illetve a tanulás terén is ugye sok segítséget nyújt. Nagyon-nagyon sok lehetőséget nyújt ez a program, mind a gimnáziumi tanulmányaink alatt rengeteg lehetőség volt számunkra, és szerintem ez a továbbtanulás céljából is nagyon nagy lehetőség lehetne, főleg a duális képzések szempontjából. A Nyíregyházi Egyetem egyik társadalmi szerepvállalása a hátrányos helyzetű, ugyanakkor tehetséges fiatalok támogatása. Éppen ezért a felsőoktatási intézmény rektora és a Nyíregyházi Tankerület igazgatója egy szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben azt rögzítették, hogy milyen támogatásokban részesülnek azok a diákok, akik részt vettek az Arany János Tehetséggondozó Programban, és a Nyíregyházi Egyetemen folytatják tanulmányaikat. A Nyíregyházi Egyetemnek mindig egy nagyon fontos célkitűzése volt, egyrészt az, hogy itt maradjanak a fiatalok Szabolcs megyében, másrészt pedig az, hogy támogassuk külön a hátrányos helyzetű tehetséges hallgatókat, úgyhogy itt ebbe a világszínvonalú kampuszban, a kollégiumunkban mindenkinek elhelyezkedést tudunk biztosítani, de az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vett tanulóknak 15% kedvezményt biztosítunk, illetve akik önköltséges hallgatók, a önköltség mértékét 15%-kal csökkentjük. Az egyetem rektora azt is kiemelte, az egyetemi képzés során a diákok jövője szempontjából hatalmas lehetőség a Magyar Nemzeti Bankkal és a Legóval, valamint a duális képzéseknek köszönhetően több nagyobb vállalattal való együttműködés.